Sziasztok! Izu, hogy vagyunk? Na, képzeljétek el, válaszolt a Herbert. Amúgy nem csak a Herbert válaszolt, hanem mindenki válaszolt. Citex is csinált videót róla. A Bandi megcsinál streamet arról, hogy a Citex az milyen rossz, és hogy én is milyen rossz vagyok. Mert hogy milkeljük ezt a témát. Bandi biztos, hogy lemaradta arról, hogy mennyire kibaszott sok ember még mindig imádja a Herbit, és küld neki pénzt, konkrétan egy szektát tart fönn, és ezek az emberek, ezek mindig cserélődnek. Hogyha már nem küldenek elegen pénzt, akkor nyilván a privát csoportból is ki leszel b***va a Herbinél, és akkor utána te leszel a vicc tárgya leszel. Szóval megkaptuk a Banditól azt, hogy milkeljük ezt a témát, és hogy nem kéne erről videókat csinálni, meg hogy hát mit vagyok ezen meglepődve, hogy a Herbi ilyeneket csinál, hát ezen ne lepődjünk már meg. Oké. Bocsánat, akkor hagyom, hogy csinálja ezt a sok dolgot. Ilyen hosszú ideig, mint én, még szerintem senki nem tudta triggerelni amúgy a Herbit. Senkinek nem sikerült. Szóval valamit sikerült azért elérnünk. Szóval rossz vagyok, azért mert milkelem ezt a témát. Viszont amikor mondjuk a Bandi csinál videót az Elek Robiról, vagy az Alex Csigérről, és elmondja mindegyik videóban ugyanazt, az nem milkelés. Az teljesen jó. De nem baj, én szeretem, hogyha az embereknek van véleménye, legyen véleménye, engem nem zavar. Csak ez olyan fura nekem, hogy ugyanazt a dolgot kritizálják nálam, amit ők is csinálnak. De, ja, hogyha ezért rossz vagyok, mert erre reagálok, sajnálom. És akinek meg erre igénye van, hogy ezt nézze, az is rossz amúgy, mert ő meg, hát, trash. Ez trash. Ha ezt nézitek, akkor ti is nagyon rosszak vagytok. Mindenki arról beszél, amiről akar. Igen, és pont emiatt tök sokszor kiáltunk, hogy mindig el lehet mondani, bármire el lehet mondani véleményt, és hogy a vélemény nyilvánítás az oké, az tök cool, hogy véleményt nyilvánítunk. Csak nem tudom, hogy vannak-e ilyen erkölcsi magaslatok, hogy az egyik ember megmondja a másiknak, hogy miről lehet beszélni, meg miről nem lehet beszélni. Szóval nem tudom, szerintem nincs olyan téma, amiről ne lehessen beszélni, hogyha az ember ebből csinál tartalmat, hogy reagál dolgokra. Úgy vagyok vele, hogy szerintem ez így belefér, hogy én most reagálok erre. Hogyha az emberek szeretnék, hogy reagálják rá és szórakoztatja az embereket, akkor nem hiszem, hogy ezzel én bárkinek rosszat okoznék. Én nem akarok senkivel bífelni, nem érdekel. Csak szerintem ez egy kicsit fura volt. Furi. Ahogy mondod, furi. Ezt mondták, hogy ezzel adunk platformot a Herbinek, hogy beszélünk róla, és hogyha nem beszélünk róla, akkor sokkal jobb lesz ez. De szerintem nem adunk ezzel platformot. Ki az, aki itt van a cseten, és mostanában szokta nézni a Herbit azért, mert én beszéltem róla. Nem hiszem, hogy itt olyan sok ember lenne, aki ez... aki így van vele. Annak sincs szerintem értelme, hogy most ezt bedurcázva elmondtad. Ha nem értik a motivációid, akkor elmondod nekik, és le van zárva. Hát én elmondom a motivációimat. Az a motivációm ezzel, hogy a Herbert eltűnjön a p***ába, és legalább azok az emberek, akik mellette vannak, azok észrevegyék azt, hogy ez nem jó dolog. És sajnos vagy nem sajnos, az egyértelmű dolgot is bele kell rágni sokszor az emberek szájába, mert nem képesek felfogni. Főleg nem az ilyen Herbi nézők. Akiknek alapból ugye hát nincs olyan sok, nem kell Herbi nézőnek lenni. Van, aki azért néz vélemény videósokat, hogy legyen véleménye, mert önálló gondolkodásra képtelen. Szóval mindenki rossz és bűnöző. Ja, így van amúgy sok ember van így, hogy nincsen önálló gondolata és vélemény videósokat néz, és akkor most ugyanazt gondolja, mint más, és akkor itt tök jó. Én is elkezdtem gondolkodni, és azóta haragszom a Herbire. Hát igen, mert olyan dolgokat művel, amiket nem kéne, hogy műveljen bárki, szerintem. És most, hogyha ezzel ne valaki felszólal, akkor az a rossz. Kezdik különlegesnek hinni magát, benne van, ő is már egy buborékban, nem érzem, hogy reflektálna önmagára. Én nekem semmi problémám nincs vele, nem nézem már, nem nagyon beszélünk, ő neki van problémája velem, de hát most ez nem tudok mit csinálni, nem elmondtam az én álláspontomat, nem hiszem, hogy olyan dolgokat kéne kritizálni, amiket mi magunk is csinálunk. Például személyeskedés, a szórakoztatás céljából ugyebár, szerintem az is egy elég fura dolog, hogy normalizálva van, és amikor megmondjuk a Citex hozta fel a Dezső Bencének a barátnőjét, akkor meg a Bandi mondta, hogy hát ez személyeskedés. De amikor az Alex Csigére mondja, hogy román, az nem. Vagy lehet, hogy az is az, de akkor neki meg lehet. De akkor meg, hogyha valakinek lehet, akkor másnak miért nem. Nem tudom, nekem ezek ilyen fura dolgok. Azt mondta élőjében, először fel kellene jelentenem Herbit, nem pedig véleményeznem. Oké, akkor miért nem jelenti fel az Elek Robit azért, mert szar videókat csinál? Vagy csak olyan dolgokról lehet videókat csinálni, amik nem ütköznek törvénybe? Vagy pont, hogy törvénybe ütköznek? Hogyha meg valami törvénybe ütközik, akkor nem mondhatom erről a véleményemet azért, mert törvénybe ütközik. És akkor én vagyok az az ember, akinek el kell menni a rendőrségre, hogy most úristen, miért nem mentél a rendőrségre, Manin? Nem az a dolgom. Nem hiszem, hogy fel kéne jelentenem.
Csak ez is egy olyan dolog, szerintem nem az lenne a videónak, hogy lényeg, hogy most akkor ki van feljelentve, vagy ki nincs feljelentve, hanem nem kéne, hogy ez elérhető legyen a YouTube-on. És minél több ember látja, hogy minket csinál a Herbie, annál több ember tudja reportolni, elveszik tőle esetleg a pénzkeresési lehetőséget, és már előrébb jutottunk azzal, hogy el van lehetetlenítve. Mert szerintem nem kéne egy ilyen embernek platformja legyen. És hogyha én adok neki azzal a platformot, hogy videót csinálok róla, hát akkor sajnálom. Sajnálom, de hogyha rólam beszél a videójában, akkor hadd reagáljak már rá, nem? És nem én kezdtem ezt amúgy, hanem a Herbie, mert ő kezdte el ezt az egészet úgy, hogy én kiderült valamilyen youtuberről egy pedofil, ugyebár, allegedly, elméletileg. Akkor ő mondta azt, hogy hát én spicli vagyok, meg hogy biztos magamból indulok ki, és hogy én is pedofil vagyok, és azért csináltam videót az Iron Channelről. Így kezdődött az egész. Hogy festett körmű humi vagyok, és bementem a tévébe erről beszélni, és hogy ez milyen dolog. Így kezdődött az egész. És utána kezdtem el csinálni én is a videókat a Herbie-ről. Mert reagáltam arra, amit ő mondott rólam. Pont ekkor beszélt arról, hogy a 15 éves lányoknak a megdicséri a segélyt, az bókolás. Ja igen, persze, hát az azt jelenti, hogy ő már nőnek. Akkor az azt jelenti, hogy már nővé átalakult, és akkor ő, hogyha megdicséri, akkor az csak egy elismerés a nőnek, hogy nőként elismeri, és nem kislányként tekint rá. És ez biztos jól esik a kislánynak. Gondolom a Rozinak is jól esett, hogy felvette a videóra a seggét, teljesen okés. Eltelt egy év, igen. Én nagyon kiakadnék azon, hogyha az én gyerekemet felvenné valaki, tök mindegy, hogy hát mennyi idős, vagy tényleg akármi, csak hogyha nem tisztelné valaki a gyerekemet akármilyen szinten, az nagyon felkúrna. És hogyha látnám, hogy másnak a gyerekével ilyeneket csinálnak, az még jobban felkúrna. Nem pedig azt mondanám, hogy jaj, hát ezen ne lepődjük meg, hogy az alkoholista ilyeneket csinál. De bazd meg, meglepődök rajta, mert attól, hogy valaki egy alkoholista, nem azt jelenti, hogy 15 éveseket is videóz a kocsmába. Azért a kettő... Hát na, szerintem a legtöbb alkoholista az nem csinálna ilyet, attól függetlenül, hogy alkoholista. Maradjunk ennyiben. Vagyis nagyon remélem, hogy nem. Na, nézzük ezeket a szuper videókat. Nem, srácok, azt nem mondta, hogy teljesen normális lenne az, hogy felvesz dolgokat. Ezt nem mondta. Tehát azért a Bandi sem azt mondta, hogy a Herbie az jó, amit csinál, hanem azt mondta, hogy ezen miért lepődünk meg, és hogy felesleges vele foglalkozni, mert hogy ezzel csak még több megtekintést adunk neki. Szerintem nem, de mindegy, nem fogunk ebben egyetérteni. Ez van. Haladjunk tovább. De hiába reportolod, mert verified YouTube-on, és valamiért a YouTube nem foglalkozik azzal, hogy miért kapja a... Mi hiába kapja kurva reportokat, ugyanúgy fenn vannak a videók, nem történik semmi. Semmi nem történik. Hiába reportolod, semmi változás nem lesz. És a régi videókból, meg a mostani videókból, amiket föltölt, ugyanúgy kapja a pénzt, és többet keres, mint egy értékes ember, mondjuk egy tanár. Kétszer annyit keres, mint egy átlag tanári fizetés. Miről beszélünk? Miért lehet azzal pénzt keresni, hogy 15 évesek seggét videózod le? És iszol az interneten. Ennyi. Ezzel miért lehet pénzt keresni? Engem ez az egy dolog basz fel. Csinálja a szar freak show-t, csinálja a trash tartalmat, csinálja, de ne keressen már pénzt is ezzel, meg ne küldjenek neki pénzt az emberek. Mi az, hogy konkrétan van-e a privát csoportja, ott szokottam úgy kölcsön kérni a nézőitől, amikor már elitte az összes pénzt. És adnak neki. És a legtöbb ember úgy van vele, hogy küld egy 20-ast, és akkor mondja, hogy já, nem kell visszaküldeni amúgy, de jó. Konkrétan van egy ilyen privát csoportja Facebookon, ahol kéri az emberektől a pénzt, meg ott, ahol felszopják őt. És akkor küldik oda be a hangüziket, hogy hogyan lehetne Monint majd eltávolítani, meg ilyenek. És erről ne beszéljek. Szerintem erről beszélni kell, mert ez elég durva, hogy az embernek ilyen szektája van. És ezt sikerült így kialakítania, akarva akaratlanul. A rendőrség nem tud velem csinálni, mert nem csinál olyan illegális dolgokat, csak etikailag megkérdőjelezhető dolgokat csinál. Illegális dolgokat nem csinált olyan szinten egyelőre, hogy most azt mondjuk rá, hogy úristen, most ezt föl lehet jelenteni. A hóp miatt föl lehet jelenteni, mert gyógyszert adott neki, meg alkoholt akart neki adni, erről bizonyíték is van. Feljelented, mit csinálnak vele, lófaszt? A rendőrsége megmondja, hogy hát ez vicc volt, meg így, meg úgy. Nem lesz ezzel semmi. Örülnék neki, hogyha lenne ebből valami, de... Faszom tudja, nem én vagyok a sértett. Nem én vagyok a sértett, nem nekem kéne feljelentenem szerintem. És... Fixen van olyan ember, aki már feljelentette amúgy a dolgok miatt, mert kurva sokan látták a videót, és 1000%, hogy bement már valaki a rendőrségre. Élvezi, hogy figyelmet kap, de hát szét vannak diszlájkolva a videók, és a live-okban is csak baszogatják őt amúgy nagyon sokan. Egy-két ember van, aki ott van, és nagyon szereti, meg moderátorok, és ennyi. Nem tudnak semmit tenni. Rágalmazásért nem tudom. Nem tudom, bro. Szerinted nekem mennyi kedvem van járkálni a rendőrségre? Semmi.
Semmi kedvem nincs a járkálni a rendőrségre. Meg ezek nem olyan dolgok. Én ezzel nem fogok megsértődni, hogy egy agyilag, mentálisan labilis ember miket mond rólam. Ezen maximum nevetni tudok, mert olyan szánalmas, hogy egyszerűen nem tudok rá mit mondani már. Az a baj, nem veszik komolyan az ilyesmit szerintem. De mindegy, nem baj, lovagoljunk tovább a Herbie témán, milkeljük meg, menjünk, nyomjuk, nyomjuk, srákok. Elbírtam az emberek, miért nem tudnak saját tartalmat csinálni? Mi az, hogy... Hoppá, saját tartalom. Itt valaki mástól letöltjük a videót, és feltöltöm magamhoz. Ez mi a fasz? Azért töltik fel mások a videóidat, mert te letörlöd őket. Mi a fasz? Mindjárt berakom. Na már szereti az itt? Miért az itt énekelt, vagy mi? Eddig nem azt mondta, hogy az izé, az valami hülye. Megint vagy 30 tojást tudtam adni a... gyerekek, a Balázsnak a felesége, az mi a fasz? Ez hogy lehet valaki ekkora, hogy mi ez, diszkópatkány, a bulifejérek, vagy hogy szokták mondani? Jézusból, menjünk tovább, itt lesz a trollokról a loop. Rátkentek mindenfélét a trollok. Én azt nem értem, gyerekek. Annyira hülyék az emberek, mint egy sík, agyontaposott csigabazd meg. True. 22 és fél éve videózok. Még internet se volt, már akkor is úgy kezdtem, mert ugye töltöttem vissza egy párat, hogy sziasztok, gyertek, mutatom. Szóval nektek van levideózva a Rozina, ha gondol... Helyben vagyunk. Nekünk csinált a srácok. Hát ez miattunk van. Nem voltatok kíváncsiak a 15 éves lány seggére? Nem baj, nem kell oda kapcsolni. Miért kapcsoltatok oda? Haló? Akkor ti vagytok a pedofilok, nem ő. Ő csak felvette a videóra, ti néztétek. Voltok bele, akkor ti vagytok a betegek. Ti vagytok a betegek, mert megnéztétek. Azt a kurva. Na, szóval nektek van levideózva a Rozina. Ha többet gondoltok bele, akkor ti vagytok a betegek. Ha én nem lennék videós, miért találkoznék vele? Azért, hogy... felvedd a fenekét, és egyedül nézd meg otthon, maybe? Te zoomoltál bele. Ha nem lenne videós, akkor miért menne oda? Igen, ezért minden videósnak ez a dolga amúgy. Erre születtek a videósok, hogy kislányokat videózzanak le. Nektek videózok mindent. Mindent. Ez a baj. Igen, ezzel van a probléma. Igát, a rózsát, a csajokat, a Balázst, hogy táncol. Nektek. Ha én választhatnék, hogy megélem a pillanatokat, és nem rögzítem, akkor nem ott lennék, ahol szoktam lenni a kezembe a telefonnal. Akkor miért nem választod azt, hogy megéled a pillanatokat, és mondjuk csinálsz egy normális életet magadnak? Ezt már lehet, hogy előbb el kellett volna kezdeni, mert 42 évesen már lehet, hogy nem fog annyira sikerülni a normális élet, de... Jó, hát ebből él, hogy felveszi videóra a lányok seggét, nekünk csinálja ezt. Ez tök jó, kösz Herbie, köszi szépen. És ezt, ha valaki nem érti, az hülye. Igen, hülyék vagyunk, mert nem értjük meg. Köszönjük szépen. Én is gondoltam erre, hogy nekünk csinálja. Mikor még meg is van beszélve néha, hogy tudom én most egy pillanat jutott eszembe, hogy hazajöttem, Barbie, felvertek egy olyan pillanatot, hogy átadom a cigit. Persze. De lehetne felülről, hogy látszódjon a lábad, mert sokan lehet magányosak, és akkor jól esik nekik egy kis női láb. Köcsög, nem? Szerinted Herbie, te is vágod. Tudod, nagyon jó, hát mutattad az iPad-en, hogy mit szoktál csinálni a recskáskádba az iPad-del. Nagyon jól tudjuk, hogy milyen oldalakon vannak dolgok, amikre lehet rángatni a fütyköst. Miért nem ezeket nézik azok az emberek, akik lábakat szeretnének látni? Figyelj, hogyha lábakat szeretnél videózni a magányos embereknek, akkor szóljál a Viccának, a Barbie-nak, meg a Anikónak, hogy csináljatok négyen egy pornót. És akkor a magányos embereknek csináltok egy pornót, csinálsz egy X-videóz fiókot, vagy hát már nem kell csinálni, mert van, föltöltesz rá egy videót szépen, és ennyi. Nem kell a YouTube-on jótékonykodni az öreg bácsiknak, akik magányosak. Csináljatok egy OnlyFans-t a Viccával, igen. Az lenne a legjobb. Egy jó kis OnlyFans csináltok közösen, ott kereshetitek a pénzt magatoknak, nem lennétek az elsők, akik ilyet csinált, nem kell ezzel baszakodni, meg tudnád csinálni a YouTube fiókot, létre tudtad hozni az OnlyFans fiókot is létre tudod. Hajrá, Herbie! Tölteni kell rá fel a dolgokat, nem csak feliratkozni a lányokra, az úgy nem éri meg. Én értem azt, amit a Herbie mondott, srácok, megértettem. Tényleg, ő jótékony akar lenni, azt szeretné, hogy a magányos emberek azok néha lássanak női lábakat, női seggeket. Teljesen jó, tök jó.
ez egy tök király dolog, de akkor forgass pornót, Herbie. És ne gyerekekkel, lehetőleg. Persze. Köszönöm. Miért csinálnék ilyen ügyeséget, ha nem vagyok videós? Igen, és a Rozinával meg volt beszélve, hogy oda mehetsz mögé folyamatosan? Az meg volt beszélve? Azt miért nem mondja, hogy meg volt beszélve? Érdekes, nem? Hát akkor csak leülök, azt én nézem a lábát, nem? Szóval te vagy a beteg, és nem én. Igen. Hogyha ebbe többet viszel bele. Hát akkor te vagy a pedofil, és nem én. Szóval, de már hányszor volt erről szó? Ugyan előre megbeszélt dolgok, ilyesmi. És aki azt mondja, hogy persze, hát akkor megteszem, rec. Hát ő mondta, hogy persze. Nem tudja valaki elképzelni, hogy 20 év videózás minden nap. Köszönöm szabad hasi. 20 év videózás? 20 év videózás minden nap. Hát az még gombócból is sok. Hát igen. Pont. Pofám leszakad. Rozina meg az a tipikus belemászok más live-jába, hogy hirdessem magam. Ó, igen. Láttam, hogy valaki boldog ettől, akkor meg van engedve. Belemászott, odamászott. Láttam, hogy így pont úgy volt a kamera, hogy egy véletlenül se legyen benne a kislány, és odamászott a kislány. Hát akkor már hagyd ne vegyen fő videóra, hát akkor már bele is zoomolok, hogyha odamászott. Biztos így történt, nem? Ő akarta. Amikor eltakarta a fenekét többször, és mondta, hogy ne csináld, az nem történt meg. Ezt csak mi hallottuk. Az, hogy rossz mai világban fiatalnak lenni, és tud nevetgélni, táncolni, akkor nem akadályozom benne. Nem, de a felnövésben igazán akadályozod azzal, hogy ilyen traumákat okozol neki, már gyerekkorban kirakod az internetre, és olyanokat írnak róla az interneten, hogy hát nekem is a haja még nekált, nem, hogy még mondjuk egy 15 éves gyereknek, bazd meg! Olyanokat írtak róla, hogy csak na, hibáztatják még őt is. Valamilyen szinten megértem, azért 15 évesen az ember az már tud gondolkodni, fogjuk rá. De nem kéne innia, 16 évesen én is ittam, de nem random 40 évesekkel, hanem a barátaimmal. És nem is használtak ki engem a barátaim akkor, amikor nem voltam olyan állapotban, hogy beszámítható vagyok. Szóval nem tudom, szerintem az nem barát, aki így kihasznál téged, amikor iszol, és toxikált állapotban vagy. Én nektek mindig is bevallottam, a 26 éves csajok tetszenek. Pont. Hát, de Rozina az nem 26 éves, hanem 15. Az 11 év különbség. Szerintem ott vannak a csúcson. Fejlődnek 26, aztán már lefele megy. Az a kedve. Kinga 26 volt, mikor összejöttem vele. Sokáig tartott. Imádom a 26-ot. Most akkor tényleg meg fogja kúrni ezt a Barbit szerintem. Vagy lehet, hogy már meg is dugta, úgy mosolyog. Letalálkoztak azóta. De szerintem még fiúknál is a 26 a legdurvább. Én akkor voltam a legjobb képű. Akkor volt a legtöbb csajom, mikor 26 voltam. Korábban is megdugta már? Fúj. Mindig az van a fejemben, hogy nektek mit vegyek fel. Zoomolgatok a csajokra, akkor az jut eszembe, hogy van mondjuk egy 60 éves bácsi nézőm, vagy egy tücsök, aki otthon van egész életébe, és jól esik neki azt látni. 60 éves bácsi meglátja 15 éves lányt, teljesen oké se Herbie-nek, hogy akkor még felveszi. Erre gondol. Az a 60 éves néző, nem tudom, milyen 60 éves bácsi van amúgy, aki Herbie-t nézi. Amúgy, ez az egyik. Másik meg, hogy nem a 60 éves bácsiknak csinálod a kontentet, hanem a nézőidnek. És a nézőidre te mondod, hogy ők a jók, meg a normálisok. Akkor nem jut eszedbe, hogy a normális ember az nem akarja nézni gyerek seggét? Ez nem jut eszedbe? Véletlenül se jut eszébe, tényleg. Mindig. A videó. Hát videós vagyok, az meg. Mert amúgy mindig hazudnak. Hát nem tudom, mi ez a Shite X. Shite X. Ilyen hangzik, hogyha valaki magyar és így nevezte el a csatornát, az nem lehet valami épp elmélyűen be. Minden magyar embernek magyar nevet, srácok. Magyar embernek magyar nevet, nem lehet épp elmélyű, aki nem ilyet csinál. Aláírom. Tényleg így van. Magyar szó. Költözön akkor Amerikába, hogyha ennyire vagánykodni akar, és figyelmet felhívni, hogy ő mekkora hülyei. Szlenges. Szlenges. Jesus bro. Hogy lehet ilyen buta valaki? Az a túl vagánykodás, azt sose szerettem. Mit kell vagánykodni, Sitex? Mit vagánykodsz? Vedd le a maszkot, nagy Big Man. Tudod, vannak ilyen Minecraft HD Studio 4K. Nevű csatornák, meg ilyenek, hogy... Miért nem az a neved, hogy Minecraft HD Studio 4K Sitex? Mi a fasz? Mi a fasz? Az ilyeség, kérem szépen. Need the time out. Nem egyszerűbb az, hogy
a neved. Na hát akkor neked miért nem Deli Péter a neved? Dancsó Péter. Nem? Most... Igen, Dancsó Péter, Videománia neve a csatornájának, nem Dancsó Péter. Jó, Videománia volt, de aztán benőtt a fejelágyok. Még mindig Videománia a csatornának a neve. Mi az a rant? Ez jó kérdés. Azt mondja, a rant videós. Sokat mondtál most nekem ezzel. Nincs is olyan magyar szó, hogy rant. Na, ez így van. Rant videós. Én nem értem, az emberek a YouTube-ot miért nem lelkekre használják. Most tényleg itt a Balázs felesége, amit elmesélt, hogy a videóim megmentették az életét és a házasságát. Ha? Azt hogy csináltad, Pörbi? Taníts. Gondolom az akkor volt, amikor felvetted a Rozina fenekét és megmentetted a házasságukat ezzel. Gondolom akkor volt. Hatásszünet. Na most akkor egy ilyen csatorna, amikről beszéltek, az kiket ment meg? Vagy mit tesz? Látjátok amúgy, ez a durva, hogy ilyenkor nem szakad le a plafon a Hörbire. Ez az egyik. A másik meg az, hogy mindig ez a mérce, hogy ő mennyi embernek segített meg, mennyi embernek okozott jót, meg minden. De arra nem gondol, hogy az, amit csinál, az ettől függetlenül lehet rossz, és hogy nem minden videója rossz. Nem konkrétan a videókkal van baj, hanem azzal, amiket így csinál. Egy nap föltölt 5 videót, egy héten van mondjuk egy olyan videó, ami nagyon durva, és olyan dolgok vannak benne, hogy nem kéne olyanokat mondani. Az már rossz szerintem, mert akkor az emberek el tudják tanulni ezeket, és úgy fognak viselkedni. Könyvben megírták, hogy a rákból is kigyógyult az egyik nézője a videónak hála. Komolyan, az egyik nézője meggyógyult a rákból? Az kemény, hát akkor a Hörbi az valamit nagyon jól csinál, az meg, hogyha ez le van írva a könyvbe. Hörbi az Isten, Dr. Herbert. Az emberi életekért. Az emberi életeket. Semmit? Semmit nem tett az emberi életeket. A 15 éves kislány életéért mit tettél azzal, hogy felvetted videóra a seggét? Hogy tudod előtérbe helyezni 60 éves bácsikat, akik nézik a videót, a Rozina mellett? Akivel elméletileg jóba vagy, meg barátok vagytok. Hogy tudod más öreg embereknek az akaratát, akiket nem is ismersz, nem is tudod, hogy most nézi egy olyan ember, nem tudsz egy konkrét embert mondani, hogy ki miatt csináltad ezt, csak hogy hát biztos van egy ember, akinek jól esett ez, hogy megmutattam a kislány seggét. Nem gondoltál arra, hogy a kislánynak nem esik jól? Erre az egy dologra nem gondolt. Minden másra gondolt, de arra nem, hogy annak az embernek, aki a videón van, annak hogy esik ez. Arra nem. Gratulálok. Igen. Itt a lényeg. Semmi más. Mikor egy néződ 10 éve vett Olaszországban egy ilyet, és kereste azt, akinek odaadhatja, aki megérdemli. És ezt így mondja egy néződ, hogy... és neked adja. Kiérdemelted. Vegyél föl még egy pár segget, hát ha kapsz még egyet. Ezen meglepődök, látod? Most, hogyha azt mondta volna, hogy ellopta tőle, akkor nem lepődtem volna meg. Okolóznak, hogy helyre jött a házasságuk a videói miatt, és itt táncolnak az én házamba, akinek a videói miatt jól vannak most már. Mert az a nő... Hogyan jön létre egy házasság attól, hogy megnézed a Hörbi videóit? Hogyan? Mondja már el a történetet. Esküszöm, érdekel. Hát ez hogyan? Hogy sikerült? Szem viszem el. Szevasz, B-turbo. Megjött Hitler. Igen. Megjött a H-betűs. A H-betűs ember. Hát figyelj, hogyha kopasz, akkor automatikusan azt jelenti, hogy egy agresszív skinhead, mivel nem olyan dolgot mondott, amivel egyetértett a Hörbi. Innentől kezdve már lehet mondani rá, mert olyat mondott, amivel nem ért egyet. Ez mindig így volt a Hörbinél. Valamivel nem ért egyet, az az ember az gyerek, gyilkos, náci, minden, amit csak tudsz mondani. Ő évekig egy házban élt, pánik betegség miatt. Aha. Külön a Balástól, és most ki tudott szakadni az egészből, és itt volt, és utazott, meg a Balatonon voltak. Hát ez mekkora már? Ez egy tényleg nagyon jó dolog, gratulálok, örülök neki, hogy ki tudott jönni a pánik betegségből, és hogyha ez tényleg a Hörbi videók segítettek, hogy a Hörbi elment sétálni, és te azt nézted, cool. Ezer másik videó van, ami vlog, és milliószor tartalmasabb, lehet, hogy hamarabb sikerült volna kijönni a pánikbetegségből, hogyha mondjuk nem Hörbit nézi, hanem úgy bárki mást. Mert nem érezte magát egyedül az én őszintességeim miatt. Hogy létezik még az, hogy az emberek mernek beszélni, és nem ez az álszent TikTok világban, hogy elmondom mindig a problémáimat, és nem sajnáltatom magam, hanem pont ez a célom, hogy másoknak is megvan a saját bajuk, és ne nem sajnáltatod magad, kivéve amikor ugye mondjuk valaki véleményt nyilvánít rólad, és be kell írni a privát csoportba, hogy
srácok, én abba hagyom a videózást, meg kirakod, hogy úristen, most abba hagyom, és izé. És akkor pont a TikTokos emberek, akiket te lenézel, azok fognak jönni, és mondani, hogy ú, de hát Hörbi a gyerekkorom, jaj, miért hagyja abba a videózást? Amúgy már évek óta nem néztek rá a csatornára, se tudják, hogy mi a faszom van. Csak ennyit látnak meg TikTokon, hogy a Hörbi abba adja a videózást, és akkor igen, jönnek az emberek. És másnap pedig azt mondod, hogy á, mégse hagyom abba, köszönöm szépen a támogatást, nagyon erős lettem ettől. Most akkor ez nem önsajnáltatás, ez szerintem kurvára önsajnáltatás, sőt, még manipuláció is. Érezzék magukat egyedül. Vagy ha a zabaj velemet csinálok, van olyan, aki tök magányos, ne egyen egyedül. Ha alvos live-ot csinálok, biztos van olyan nő, akinek tetszek, mondjuk, és nem akar egyedül aludni. Hát, ez elég messzire nyúló mondat volt szerintem. Biztos vagy benne, hogy nincs ilyen nő, aki azért rakja a telefon maga mellé, hogy a Hörbivel tudjon aludni. Az, hogy annyira unalmas, hogy elalszik rajta, az megint egy másik kérdés. Hát ne is haragudj, de... Az ego az elég magasan veri az IQ-t eléggé. Azt úgy alszik, hogyha kinyitja a szemét, ott van vele egy férfi. Megvédi őt, ez az, igen, a sok védtelen, gyenge nő, aki egyedül van otthon és nincs férjük, és reggel felkelnek, és látják a telefonon, hogy ott van a Hörbi, és ő is felkel mindjárt. És igen, megvéd engem. Ezeken mit nem lehet ezen érteni? Hát... És belekötni, hogy miért van ez az egész. Értetek van az egész. Köszönöm. Sose tudják bemagyarázni, hogy ez hülyeség, mert ide jönnek személyesen és meghálálják. És amikor én azt látom, hogy mosolyognak és csókolóznak, miközben már majdnem összeomlott a házasságuk, az jó. Te házasságod, de... Ja, várj, az nincs. Hát igen. Anna bárki bármilyen nokedli, az sodródhat tovább a faszba. Objektíven tartalmat kritizálnak. Igen? Rant másokat figuráznak ki. Milyen másokat figuráznak ki a rant? De az mire jó? Hát ez rossz. Az rossz, de hát te is csináltam már olyan videót, ami paródia vagy véleményt mondasz, amúgy nem. Tehát így minden videódban mondasz valamiről véleményt, mert mindig nagyon kurva okosnak hiszed magad, és muszáj mindenbe belepofázni. Mindig paródiákat csináltál. Szerintem beírom ide egy paródia. Paródiának a lényege az, hogy kifigurázó dolgokat, nem? Annyi van, mint a szar. Te mondod azt, hogy másokról nem szabad beszélni, annyi ilyen videód van, mint a szar, ami másoknak a tartalmára épül, más emberekre épül. Miért beszél saját magad ellen? Mármint, hogy az egy gonosz dolog. Igen, ez egy gonosz dolog. Szóval most, ha ti tudjátok, hogy kiről beszéltek, ti nézitek, támogatjátok azzal, hogy nézitek, miközben gonosz dolgokat csinál. Gonosz dolgok. Felvenni a kislány segét, az nem gonosz dolog. Arról van videóm, hogy Rozina megnyitott egy ilyet, és kivertem a kezéből a telefont, és sokan ezt nem fogják fel. Ez olyan, mintha valaki megölné az anyámat, és utalok neki 100 000 forintot, hogy köszönöm. Vagy mi ez az egész? Mi van? Mi ez a hasonlat? Ez eléggé más, nem? Szerintem egy kicsit más. Hogy lehet megtekintéssel támogatni a gonoszt? Úgyhogy érdekel, amit mond esetleg. Hogy függ össze? Sehogy, bro. Sehogy. Ez nekem nem fér az agyamba. Komolyan. Most ti hisztek engem betegnek, mert ti szórakoztok ilyen videókon, meg arra alszatok. Én biztos nem klikkelnék rá, bazd meg, hogy tudja folytatni. Videót kritizál. Ha miért nem csinál saját videót? Utópia vagyok. Tudod, Barbie-val hányszor előjött? Hogy... De Peti, amit te mondasz, az nem lehetséges. Én meg mindig... De! Vagy inkább az, hogy miért nem? Nem zavart a villantásod. Engem. Egész életemben látom a faszomat, és hogy engem zavarja a faszom. Most ez komoly? Zsiga, hány éves vagy? Hazug életet élnék, hazugnak maguknak, és utána egész magukról. Hát Albert, ezek nokedlik. Megérted? Tényleg véletlen, de... Tudjátok, én képes vagyok arra, hogy direkt megmutatom a faszom videóban. Véletlen, ugye a live végén ott volt a faszom. És a fiúk, ugye, jaj, meg most mi volt ez? Meg, úristen, meg kirakták, meg ezért. A nők, nem már lemaradtam. Melyik nő volt ez? Nem tudnál küldeni egy screenshotot, ezért. Hát mondom, az nálam nincs. Akkor nem fotóznád le nekem? Dehogy nem. Tudod, mi a különbség nő és buzi között? Ez, amit most mondtam. Te emlékszem, még ott voltam Döbröntén, Barbie, Balázs, meg én, Glajcsok. Ennyi. Srácok, lányok, írjatok a Hörbire és elküldi. Írjatok a Hörbire és elküldi. Szerintem, hogyha úgy írna neki, hogy szia, 12 éves lány vagyok, és lemaradtam a cookie-ról, biztos elküldené, tuti. Az már, arra már fel lehet jelenteni amúgy. Barbie azt mondta, hogy
Ó, bazd meg, ott voltam végig. Néztem azt, hogy alszatok, hoppa, stb. Pont erről lemaradtam. Hogy lehet azt nézni, hogy valaki alszik? Ez a felnőttes viselkedés. Nem az, hogy kisgyerekek ezen kiakadnak, hogy a felnőtt bácinak a kukija. Mi nektek nincs? Hát mondjuk. Hát igen. Lehet, hogy nincs. Hát az enyém még egy kicsit jobb állapotban van. Vagy legalábbis nem használjátok. Pisilés. Csak piszi lészre. Csak Jaj, pisi, szoktatok csak. kardozni a tesó? Tesó. Aha, na ez látszott, hogy mondta, hogy szoktatok kardozni. 1000% hogy ő is kardozott kiskorába tesójával. Ezt azért mondta. Ez otthonról jött most. Aj, tiszta lúp az élet. Igen, föltűnt. Aludtam. 8-tól fél 9-től, 2-kor kinyílt a szemem, elkezdett hiányozni a Barbie, és a férfi ember ilyenkor bont egy sört. Ez majd nálad is lesz, hidd el. Már hiányzik neki a Barbie. Mi? Hát akkor jó, meg akkor dugtak, akkor fixen dugtak. Elintéztük neki. Aztán majd visszaalszok. De kell valami eltompít. Régen ilyenkor rágyújtottam, mert az kurvára. Nincs fűszűrő. Az a jó. Random dekket el fogja szívni. Ő csak illetépődött. Tönnyújtott meg. Honnan a faszból szeret? Most el fogja szívni a dekket, amit valaki ott hagyott véletlenül nála. Hagyhattak volna egy pár szál cigit. Miért nem beszél magadnak? Ez 10 per 10. 10 per 10. Most miről beszélnek? Anikó van itt előttem mesztelenül. Ja, most az Anikót gondolja el mesztelenül éppen. Na, ez teljesen jó. Izmos. Remélem, még nem ért haza. Hagyjál már. Nőkön gondolkodik. Közösen gondolkodnak a nőkről. Miért beszél pösszén? Azt mondta, hogy a lányoknak bejön, de most egy lány sincs ott, szóval... Hát nem tudom, haver. Ezt rátok hagyom, szerintem. Most téged láttak. 10 per 10. Putz. Káó. Ne, ne külök. Most a Puppetrit képzelt el messzelenül, figyeljetek. Elég busz, lobbálod a faszod. Alakul. Darázs van a part. Hasonlít. Visszamegy a kocsmába, beszorok. A tengerpartot azért hagyta ott, mert Darázs. De hogy lengetezik a faszod, az durva. Jó képző. Még sose láttam, de most igen. Tegyél még rá három napot. Nem hosszú, de rövid. Ja, jó, elég jó. Elég jó, jó elképzelés amúgy. Azt akartam mondani, vastag. Oh! Jó vastag faszod van. Mint egy... Jó kis... Bécsivés. Leteszem, köszönöm. Jó étvágyam volt. Nem betegek vagytok, ti emberek. Azt nem ő mondta ezeket, akkor nem ő a beteg? Ja, de nem, hát mi vagyunk azok, mert nézzük. Rozinával mi a helyzet? Azt is elmondtam, hogy honnan tudjam. Én nektek videózom őt. Ha nem lennék videós, minek találkoznék vele? Felfogásfejűek. Ha nem lenne videós, nem találkozna 15 évesekkel. Akkor hagyd abba a videózást, és lehet, hogy jó útra fogsz térni. Biztos az lenne nekem a legfontosabb, hogy na, én most leutazok Döbrönt, nem vagyok videós. Én most leutazok Döbröntére, felkeresem Rozinát, azt beszélgetek egy gyerekkel, bazd meg, mikor utálom a gyerekeket. Most ez komoly. Annyira utálod őket, hogy fölveszed a seggüket videóra, igen. Szerintetek volt valaha gyerekem? Hát jó, őt nagyon szeretem. Igen. De ez nem beszél. Utálom, amiket mesélnek a gyerekek, hogy mi volt a suliba, meg a pasimmal, meg a faszom, meg így berúgtam, úgy berúgtam, meg láttad-e a izének a videóját, az... De miért, te miről beszélsz? Hát te is csak erről tudsz beszélni, mikor mennyit ittál, mert nem csinálsz semmi mást. Valami faszt felhoz, mondom, de persze, otthon egész nap őt nézem, bazd meg. Az a baj, hogy a saját betegségeteket kivetítitek másra, bazd meg. Igen. De hát attól még te vagy a betege, és is nem én. Aszkom! Ott mutatkozik meg, hogy kit szeretek, hogy nem lájózok vele. Oh! Mármint nő. Nő. Mármint nő. És most kibírtam, Barbie semmi, volt egy pár jelent a videóba, kész. Nem volt az, hogy lájózzunk, mert nézettség, mármint nem úgy, hanem, hogy hát, ha embereknek szüksége van az, hogy nőt látnak. Ez egy kicsit gáz, nem, hogy így tárgyként tekint a nőkre, nem? Ha jön egy nő, akkor azzal így lájvolni kell, mert hogy valaki biztos van, aki szeretne nőket nézni.
És ez is gáz, hogy alapból így indul az egész streamje, hogy ő nőkkel akar live-olni, mert hogy arra biztos kíváncsiak, de rá nem. Hogyha nő van, akkor jönnek az emberek, de hogyha csak ő van egyedül, akkor nem nézik annyian. És akkor így nehéz visszafogni magadat, hogy ne live-ozzál egy nővel, mivel csak akkor, akkor érdekli az embereket, úgy látszik. Semmi, eszembe se jutott. Csak amikor sejtálgattam azt vlogolni, az szabad. Negatív reklám is reklám. Ha nekem mondod, direkt úgy csináltam mindent régen, hogy felkerüljek a napi szarra, bazd meg. Én nem így emlékszem. Én úgy emlékszem, hogy volt egy videó, amiben konkrétan mondta, hogy ő fel fogja jelenteni a napi szart, meg hogy a napi szaron milyen undorító, idióta emberek vannak, meg ilyenek, és hogy fel kell jelenteni őket. Én így emlékszem rá, akkor lehet, hogy rosszul emlékszünk rá. Ja, meg megvan az IP címük, meg ilyenek, igen. Azért már az el volt túlozva. A szórakoztatás kedvéért csinálta azt is. Azért volt mérges. Ugye, hogy kell egy nő a videóba. Hát én ezt meg nektek mindig meg akarom adni. Ha épp nincs nő, akkor meg az utcán zoomolom a seggüket. Hát most, na. Ennyi. Ennyi. Hát mi ezzel a probléma? Nem érti. Nem érti, mivel a probléma. Nem lehet eljutni az agyáig, geci. Eddig letagadta. Amúgy konkrétan volt olyan, a kóban felvette a csajnak a seggét, azt letagadta. Utána mondta, hogy ilyen nincs. Hogy ilyen nem volt. Most nem tagadja le. Napról napra változik az, hogy az ember mit mond, meg hogy mit csinál. És mindig eltér a kettő a másik, a egymástól. Azt mondta, nincs rá bizonyíték. Most már van bizonyíték. Az egészséges. Mert nem buzis. Nem buzis. Ennyi. Ennyi. Ha figyelj, megerőszakolsz egy nőt az utcán, az egészséges. Mert nem buzis. Bocsánat a buziktól. Tudjátok, én nem bírom a ilyen stresszes dolgokat. De annyira, hogy még Puzsért se tudnám végighallgatni. Ezt az Árva című filmben az... Pedig a Puzsérre elméletileg fölnézem, úgy nem. Szóval akkor lehet, hogy a Puzsértnak kéne elmondani a véleményét. Minden fogmosásom ilyen, bazdmeg. Let's go, minden fogmosása ilyen. Remélem, hogy kiesik az összes. De 20 éves korom óta. 20 éves kora óta vérzik a fog a fogmosásnál. Az teljesen egészséges, Herbi. Szerintem is így kell fogat mosni. Teljesen jó. Menjen el fogorvoshoz. Nem, tesó, algopirin és pálinka. Mindenre jó. Na, jó van, szerintem ennyi elég. Ja, ennyi elég volt. Ennyi volt a Herbinek a válasza, így röviden. Én még mindig ugyanazt gondolom, amit eddig. Meglepő módon olyan túl sok új dolgot nem tudok hozzátenni. Ez kibaszott gáz. Ez nagyon gáz. És az, hogy még ezért kritizálva is vagyok, hogy ezzel foglalkozok, Azt nem veszem fel, szerintem. Ennyi. Én nem akarok olyan sokat foglalkozni már vele, már tényleg nem érdemes. Szia, Mani, nagyon jó véleményeket mondasz, de ha nem tetszik valami, miért nem a rendőrségre mész? Nem tudom, Citex. Lehet, hogy a rendőrségre kellett volna mennem most ahelyett, hogy ezt megnézem. De nem mentem. És ezáltal én is bűnöző lettem, tudom. De sajnos az ilyen. Nekünk csinálja a videókat. Ennyi derült ki, nekünk csinálja a videókat, és hogy ez teljesen normalizálva van, hogy gyerekeket nyugodtan fel lehet venni videóra. Ha videós vagy, akkor oké. Ha videós vagy, nyugodtan. Az ki? Ja, az a hülye gyerek, az a Herbi? Mire? Mit csinált már megint az a fasz? Mondjad! Összeér a Trash Univerzum! Összeér a Trash Univerzum! Mire? Mit csinált az a Herbi? Milyen videót kell keresnem? Vagy mi van vele? Manin? Mindjárt megnézem, Maninra fel vagyok iratkozva. Fel van rám iratkozva? A Gammer? Micsoda? Ez amúgy is egy elmerodjant, egy bolond ember volt világ életében, egy alkoholista köcsög. Hát ez a hangját is utálmennek, de láttam, hogy sört öntött a kutyájának a tákájába. Hát ez egy elmerodjant, egy bolond geci. Nem lenne a YouTube-on már a helye amúgy, nem is értem. Ilyen, nem tudom, milyen nézőközönsége lehet, de ilyen gyöpös agyú barmok nézhetik csak ezt az embert. Én ki nem állhatom, és mondom, legszívesebben én is, ha találkoznék vele, akkor biztos, hogy telibe verném a fejét neki. Legalább elmondja telibe. Telibe elmondja, filter nélkül. Egy büdös köcsök. Ez hát remélem, hogy gyerek, kikészítik egy kicsit. Kösz szépen a pénzt. Kösz szépen a pénzt, sniz. Én a fejét neki. Egy büdös köcsök. Hát remélem, hogy kikészítik egy kicsit. Hát majd meglátjuk, hogy nem követtem ezt a ügyegyereket, de azt láttam, hogy ott fotózgatott a hölgyike, az nem engedte a fotózást. Ez egy elmeveteg alkoholista köcsög, aki már nem tudja az eszét hova tegye. Tudja, Lord.
Fogjuk rá. Bolond. Ennyi a véleményem. Nagyon nem is akarok róla beszélni, egy hibbant köcsög. További szép estét mindenkinek, jók legyetek aztán. Ennyi, real. Elmondta helyettem is. Nem kell csinálnom semmit legalább. Szia Mani, ha elfogyott a Mani, csak szóljád, a lételek század majd, amit lesz majd elszórjád, de ami a lényeg, hogy a mai szűnbe kerüljed be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.